Örkény István, az utolsó megymag. Már csak négyen voltak magyarok. Hát már minthogy itthon Magyarországon. Más népek közt szerte szétszóródva még jó néhány élő magyar akadt. Egy magyfe alatt tanyáztak. Jó fa volt. Árnyat, gyümölcsöt is adott. Persze csak egy szezonban. A négyből is az egyik nagyot hallott, kettő pedig rendőri felügyelet alatt állt. Hogy miért, azt már magunk sem tudták, de azért néha elgondolkodtak rajta. Én rendőri felügyelet alatt állok. Neve csak egyetlen egynek volt. Jobban mondva, csak ő emlékezett a nevére. Siposnak hívták. A többiek, mint annyi mást, a nevüket is elfelejtették. Négy embernél nem olyan nagyon fontos, hogy mindegyiknek külön neveze legyen. Egyszer csak azt mondja Sipos. Kéne valami emléket hagynunk magunk után. Hát micsodának? Kérdezte az egyik, aki rendőri felügyelet alatt állt. Hogy arra az időre, amikor már nem leszünk, maradjon utánunk valami. Ki lesz akkor mi ránk kíváncsi? Kérdezte a negyedik magyar, akit se Siposnak nem hívtak, se rendőri felügyelet alatt nem állt. Sipos azonban ragaszkodott a tervéhez, mely a másik kettőnek is megtetszett. Csak ő, a negyedik hajtogatta állandóan, hogy ennél nagyobb butaságot még nem is hallott. Ez szokon vették a többiek. Hát mi az? Szóltak rá. Hát hogy beszélsz? Te talán még nem is vagy igazi magyar. Hát miért? Kérdezte ő. Olyan nagy mázdi most magyarnak lenni? Hát ebben volt valami. Abba is hagyták a torzsalkodást, és nagy fejtörésbe kezdtek, hogy miféle emléket hagyhatnának maguk után. Egy követ megfaragni, ahhoz véső kellene. Ha legalább egy gombos tűje volna valakinek, azzal, magyarázta Sipos, beleszurkálhatnánk a fa kérgébe valami üzenetet. A fába holtig megmarad, mint a tetoválás az ember bőrén. Hát akkor dobjunk fel egy követ, javasolta az egyik rendőri felügyeletes. Ó, te buta, hát az leesik. Amaz nem vitatkozott. Szegény, tudta ő magáról, hogy miképp rövid az esze. Hát mondjatok jobbat, szólalt meg később. Mi van valakinek valami ötlete? Ezen sokáig eltanakodtak, végül abban maradtak, hogy két kő közé, nehogy a földbe mossa az eső, elrejtenek egy megymagot. Nem valami óriási emlékeztető, de jobb hián ez is megteszi. Azám! De honnan vegyék? Hiszen ők, amíg a megyszezon tartott, meggyen éltek, utána pedig összeszedték, apróra törték, és megették a magvakat. Most aztán nem találtak egy fiamagot se. Ekkor azonban a negyedik magyarnak, akit se Siposnak nem hívtak, se rendőri felügyelet alatt nem állt, eszébe jutott egy megy. Most már ő sem ellenkezett, hanem szívvel, lélekkel velük tartott, és csak úgy buzogott a tetvágytól. Az a bizonyos megy olyan magasan termett a lombkorona tetejében, hogy annak idején nem tudták leszedni. Így aztán ott maradt, és magára azott. Kisütötték, hogy négyen, ha egymás vállára állnak, azt az egy szál medgyet mégiscsak le tudnák hozni. Jól átgondoltak mindent. Alsónak odaállt az a rendőri felügyeletes, akinek sok eszene ugyan nem volt, de ereje annál több. Az ő vállára mászott föl, akit se Sipotnak nem hívtak, se rendőri felügyelet alatt nem állt. Utána pedig egy rendőri ügyeletes következett, utolsónak pedig a vékony húsú, vékony dongájú Sipos kezdett neki a mászásnak. Nagy ügyel, bajjal föl is ért, ki is egyenesedett a három hársából álló oszlopon. De mire fölért, elfelejtette, hogy miért mászott oda. Hát egyszerűen kiment a fejéből. A többiek kiabáltak ugyan, hogy hozza le azt az összeaszott medgyet, Siposnak aztán
Hiába kiabáltak. Tudnék, ő volt az, aki nagyot hallott. Most aztán se föl, se le. Se té, se tova. A helyzetet nem lehetett megoldani. Úgy maradtak, ahogy voltak. Egyik magyar a másikon.